Éppen nagy magányomban sütök-főzök, és gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy nem a videók miatt, de ismét elkezdtem készíteni kovászos témát. Egyrészt egész hét folyamán ugye ilyen sporolós, olcsó menüt készítek, mind a mellett pedig ugye készülnek különböző receptek, egyrészt az e-bookra, másrészt pedig a blogra is, de van itt egy olyan projekt, ami teljes mértékig csak a saját szórakoztatásomra megy, ami nem más, mint a kovászos kenyér. Itt láthattok két üveget, amiben már jó néhány napos kovászok vannak. Ha jól látom, 23-án kezdtem el az egészet, ugye február 23-án, most pedig március 3-a van, úgyhogy már jó éretnek minősülnek. Sőt, az egyik egy régebbi, talán ilyen nyár közepei kovászom, amit én saját magam leszárítottam, és újra élesztettem, mondhatni. Igazság szerint le lehet szárítani, utána pedig vízzel, illetve ugye újabb etetéssel fel lehet támasztani, és akkor újra működni fognak a benne lévő kis élesztő részek. És gondoltam, hogy megmutatom, hogy hogyan is néz ki ez a két változat. Mindjárt leveszem a tetejét, de picit csörög. Ez a változat az újra élesztett darabom, nem tudom mennyire látjátok, de nagyon-nagyon szép, buborékos, és pont úgy van kiszámolva, hogy nagyjából ilyen este 6-7-8 körül szoktam őket megetetni. Most nincs olyan meleg a lakásban, hogy többször kelljen őket etetni. Ez pedig az a változat, amit ugye most kezdtem el, amint látjátok, ez egy picit kevésbé emelkedik meg, mint a másik, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy ez is nagyon szép, és ezen is lehet látni a bubikat, és azt is, hogy már duplázódott, azért van rajta ez a befőttes gumi, viszont a másik a sokkal gyorsabban és sokkal aktívabban hát dolgozik. Az érdekesség még az, hogy mindkettőnek teljesen más illata van, illetve itthon is ezzel szoktam a többieket szórakoztatni, hogy mondják meg, hogy melyik, hogy tetszik nekik, mit tapasztalnak. És az az igazság, hogy ennek konkrétan ilyen parfümös, virágos, gyümölcsös sör illata van, tehát legjobban egy ipára emlékeztet engem. A másik pedig egy kicsit ilyen savanykás, hát tényleg ilyen sokkal kenyeresebb illat, és az az igazság, hogy szoktam őket néhány naponta váltogatni, hogy mivel etetem, tehát hogy milyen liszt kerül bele, és van nekem ilyen garat malmos kenyérlisztem, illetve egy garat malmos rozslisztem, és azt szoktam különböző arányban összekeverni, és most, ha jól tudom, ugyanazt kapták, és látható, hogy ez egy sokkal folyósabb, sokkal ilyen visszanedvesedettebb állagot kapott, még a másik az konkrétan sokkal masszívabb, úgyhogy nagyon érdekes a két különböző adagnak úgymond a működése, és hát mind a kettőt ugyanúgy etetgetem, és mind a kettővel kísérletezgetek. Nagyon-nagyon tetszik, hogy valamilyen szinten különböznek, főleg ennek nagyon tetszik tényleg ez a különleges illata. És sütöttem tegnap, vagy tegnap előtt egy kenyeret, ami mondhatni nagyon-nagyon borzalmas lett. Ez egy ilyen hibrid változat volt, az interneten találtam a receptet, úgyhogy nem én vagyok a bűnös, és hát egyáltalán nem jött be. Hát őszintén idehozom megmutatni, de igazából csak mindenkit el fogok borzasztani ezzel a darabbal. Egy pillanat. Bele van rakva ebbe a kenyeres zsákba, és hát kenyeret nem dobunk ki, úgyhogy én már azért viszonylag sokat ettem belőle, de amint látjátok, ez egy fél tégla, nagyon-nagyon masszív, és egyáltalán nem lett jó a belső szerkezete. Hát ennél még én is a saját kútfőmből jobbat tudok sütni, de hát követtem a receptet, kár volt. Van benne ugye egy nagyon-nagyon pici élesztő, illetve kovász is, és az ott leírtak alapján próbáltam elkészíteni. Az íze egyébként annak ellenére, hogy hát nem a legszebb, és hát nem is a legjobb állagú kenyér, nem lett rossz. Úgyhogy azzal panaszom nincs, de hát köszönő viszonyban sincs azzal, amit ott láttam. Amint látjátok, azért próbált valami levegő buborékokat kialakítani, de nagyon-nagyon nedvesnek, illetve hát ilyen szalonnásnak tűnik az egész. Na mindegy, majd lehet, hogy felaprítom, és sütőben leszárítom, és akkor talán még ilyen prézlinek vagy zsemlemorzsának használható lesz. Úgyhogy vissza is rakom ebbe a jó kis kenyeres zsákba, és mindeközben készül egy nagy bizalommal minden esetre egy másik kenyér,
és hát jobbnak tűnik, meg már azért jó néhány órája foglalatoskodom vele, majd azt a videót, ahonnan elkezdtem készíteni, be fogom nektek alulra linkelni. Mindjárt idehozom azt is, és megmutatom nektek. Éppenséggel most van neki a formázási ideje, letelt az 5 óra bulk, ugye, ami azt jelenti, hogy nagyjából ennyi időt töltött itt kint a konyha hőmérsékleten. Ez idő alatt először 15 percenként ugye ilyen sziromhajtásokkal átfordítottam, utána pedig 30 percenként ilyen fölemeltem és saját magára ráfordítottam a tésztát, és az utolsó 2,5 órában csak pihent, úgyhogy már nagyon-nagyon szépen megemelkedett, nagyon szép, hát levegős, de ugye az a probléma, hogy nagyon-nagyon ragad, és hát innen szokott indulni nekem a problémám, hogy nem igazán tudok bánni magával a kovászos kenyérrel, és nem nagyon tudom megformázni. Tehát még itt az elején nem szoktam elspórolni az időt, úgy csinálom, ahogy kell, szépen kidolgozom a tésztát, és nagyon jól is szokott kinézni, tehát látszik, hogy aktív maga a kovászom, ugye ebben nincs más, de maga a megformázás, illetve a hűtőben töltött idő után való sütés már nem igazán szokott jól menni nekem. Na de nem probléma, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek majd most ezt a formázást, bár ugye egyáltalán nem értek hozzá, úgyhogy ha valaki nagy szakember, akkor esetleg ki tud benne javítani, illetve meg fogom majd itt etetni ezeket az éhes kovászokat is, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel így kicsit megismertetlek titeket is, igazából csak felkelteném azok érdeklődését, akik szeretnének hasonló dolgokat készíteni, és akkor belinkelem azokat a YouTube csatornákat, vagy esetleg Facebook csoportokat, ahonnan én is ihletet szoktam meríteni. Na de mindegy, idehozom tényleg magát a bedagasztott, kipihentetett kovászos alapot, és akkor megmutatom, hogy hogyan is néz ki. Ebben készítettem, és duplájára megnőtt az egész. Lehet is látni, hogy mennyire gyönyörű, buborékos az egész, de hát ugye nagy a hidratáltsága, ezért mondhatni elképesztően ragad, és ilyenkor szokott tényleg meggyűlni a bajom. Ebben van egyébként kamutliszt is, 100 g körül, illetve 700-800 g kenyérliszt, ezek mind garatmalmosak, és a kovászon pedig ugye ez a kevert kenyeres, illetve rozsos változat. Az illat egyébként fantasztikus, ugye kicsit ilyen, hát nem azt mondom, hogy fermentált, de érződik, hogy nem egy szimpla dologról van itt szó. És nagyon-nagyon bizakodó vagyok, egyrészt mert duplájára levegősödött ez az egész, úgyhogy nagyon-nagyon aktív volt maga a kovászom. És hát a tetején látható picike kis buborékok is nagyon ígéretesek. Úgyhogy majd ezt kettőbe fogom venni, és egy ilyen előformázásnak fogom alhávetni, és hagyom 20 percig majd az egészet pihenni, utána pedig jönne konkrétan a formázás, és ki kellene alakítanom nekik majd valami olyan helyet, ahol majd tudnak pihenni, ugye valami tálat, mert nekem nincsen ilyen kelesztő kosaram, és akkor abba belekerül egy ilyen tiszta szövetanyag, amit nagyon-nagyon alaposan meg kell lisztezni. Sajnos a rizslisztem az elfogyott, ugye, ami való hozzá, és majd valamit ki kell rá találni, nehogy véletlenül beleragadjon, mert az azért eléggé kellemetlen lenne, hogyha már idáig ilyen szépen eljutottam. Na de mindegy, ezt most félre rakom. Nem akarom nagyon ütögetni, hogy a benne lévő gázok, illetve ami szépen felfújta az egészet, nehogy tönkre menjen, bár nem hiszem, hogy ennyi érintés és mozgatás nagyon ártana neki. Na de addig is gondoltam, hogy visszatérhetünk ezekre a kovászokra. Az a lényeg, hogy én már nem szoktam gramra pontosan méregetni a dolgokat, hanem egy viszonylag sűrűbb ilyen tészta állagot szeretek vele elérni, és akkor tudom, hogy nincsen probléma, és nagyjából több mint a felét ki szoktam belőle szedegetni, és ezt egy ilyen teljesen tiszta kanállal fogom megtenni. Nem szoktam belenyúlkálni egyikből a másikba, hanem kiválasztok egyet, és akkor így nem kevergetem össze, egyszerűen több mint a felét leveszem. Tehát, hogy nem marad benne túl sok, ami a kanálon van, az nem probléma. Félreteszem. És jöhet a másik. Ebből is nagyjából itt lehet látni, milyen gyönyörűen
hálósította az egészet, milyen jó szerkezete lett, és ezt is kiszedem belőle. És az a lényeg, hogy amit kiszedünk, az igazából nekünk már nem kell, tehát ha valakinek van kedve, ezekkel lehet kísérletezni, de igazából nincs rá szükségem. Hogyha úgy gondolnám, hogy holnap szeretnék kenyeret sütni, akkor az egyiket félretenném, nagyjából 35 g-ot belőle, és úgymond megetetném azt is külön. És akkor azt hagynám, hogy holnapig gyönyörűen előkészüljön, és azt alkalmaznám, tehát nem ezeket az alapokat alkalmaznám hozzá, mert egyrészt ugye elfogynának, és utána nem lehetne a jó érett kovászokból kenyeret sütni, úgyhogy mindig az elvett adagot lehet esetleg megnövelni, azt is megetetni, illetve ezeket is. Úgyhogy igazából ezzel nem tudunk mit kezdeni, mint hogy kidobjuk, vagy hogyha valaki minden áron szeretné, akkor többféle recepthez is fel lehet használni, de az az igazság, hogy én is már annyi mindent készítettem belőle, hogy nem tudok ennyi kovásszal mit kezdeni, és igen, tehát ugye ez így működik, hogy valamennyit el kell belőle venni, és akkor azt nem fogjuk tudni úgymond megenni, hogyha valakinek ez pazarlás, akkor nem feltétlenül ajánlom, hogy kipróbálja, mert lehet, hogy rosszul fogja érinteni. Az első néhány ilyen érett, tehát már 7-10 napos kidobásra szánt kovászomat én is megpróbáltam minél többször felhasználni, tehát palacsinták, pizzák, gofrik, mindenféle péksütik, de hát azért ennyi péksütit mi se szeretünk enni. Úgyhogy ezt általában felszoktam önteni vízzel, és az egészet úgy szoktam úgymond kijönteni, hogy ne így egybe kerüljön bele. Úgyhogy most félre rakom, illetve megmutatom azt a lisztet, amit adni szoktam nekik enni. Itt van a lisztkeverékem, amit így a 24-e vagy 23-a óta használok, ez teli volt, úgyhogy ezzel szoktam etetgetni. Ebben van a kenyérliszt, és ebben van a rozsliszt, és hát, mint említettem, szemre szoktam őket etetni, itatni, úgyhogy nagyjából ugyanannyi mennyiséget próbálok beleönteni a vízből is, illetve a lisztből is annyit fogok hozzáadni, mint amennyi jelenleg is nagyjából benne van az edényben, tehát maximum picit többet. Tehát nem kevesebbet, esetleg többet. És akkor tudom, hogy nagyjából milyen állagot kell elérnem, és akkor, amint látjátok, elég szépen szoktak dolgozni, de érdemes azért inkább pontos mérleget használni, és akkor nem annyira lehet esetleg elrontani, főleg kezdők számára. Nem azt mondom, hogy én bármiféle szakember vagyok ebben a témában, viszont a kovászom elég szépen szokott így is dolgozni, úgyhogy inkább ti csak méregessétek ki mérleggel is gramra pontosan, utána majd belejöttök, és akkor esetleg érzitek, hogy kell-e neki többet adni, kell-e neki kevesebbet adni. Úgyhogy én először elkeverem így a vízzel, sokkal egyszerűbb utána a szükséges liszt mennyiséget belekeverni, és nagyjából 4-5 ilyen kanállal szoktam kezdeni, megnézem, hogy milyen állagot vesz fel, mindjárt megmutatom nektek is, hogy körülbelül mit szoktam nézni, tehát ezt látom, hogy ez nem jó, tehát hogy ez túl nedves, én szeretem, hogyha viszonylag olyan sűrű, mint egy kertészta mondhatni. Tehát nem szeretem, hogyha ennyire elterül benne. Inkább ennél sűrűbbre szeretem, hogy egy kanállal még hozzáadok. Általában, hogyha elég jól kikeverem, akkor a kanálról leszokott szépen válni az egész. Úgyhogy legalábbis nagyjából nem annyira tapad hozzá, hát most ilyen közepes siker, tehát itt lehet látni, hogy mi az az állag, amit én szeretek, és akkor nagyjából beszoktam állítani hozzá ugye ezt a kis befőttes gumit, ez az egyiken van csak rajta, a másikat nem szoktam mérni, ez csak ilyen szórakoztatás véget van rajta, mert holnap úgyis majd lehet látni, hogy mennyit növekedett, és akkor visszarakom szépen ezt a sütőpapírt. Azt tapasztaltam, hogy a sütőpapírral sokkal több levegőt kapnak, és sokkal szebben dolgoznak, úgyhogy nem az eredeti üveg tetőt szoktam már visszarakni. Egy ilyen szimpla befőttes gumival odafogatom, és tökéletesen működik.
Úgyhogy igen, most ezt a kettőt szoktam etetgetni, ezt is bekeverem, és majd holnap reggel akkor megmutatom nektek, hogy aktuálisan hogyan is mutatnak, és lent a leírásban pedig meg fogjátok találni azokat a csatornákat, illetve kicsit ilyen hasznosabb csoportokat, ahonnan én is szoktam ezt-azt ellesni tényleg. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné, akkor ilyen esetben, amikor már ennyire olyan a széle, akkor lehet olyat csinálni, hogy átrakjátok egy másik szebb üvegbe, miután kikevertétek, sőt minden egyes kikeverés után akár cserélni is lehetne, és akkor jobban mutatna az egész, de hát nekem így is megfelel igazából ilyen itthoni, kevésbé esztétikus célra, úgyhogy visszarakom ennek a régebbi általam elrakott, újra hidratált kovásznak is a tetejét, és akkor egyszerűen csak jönnek ide. Ez egy ilyen viszonylag húzatmentes, kellemes terület nekik itt, nem mondom, hogy túl meleg van, vagy túl hideg, de nagyon szépen szoktak itt fejlődni, és tényleg az illatok az valami fantasztikus, úgyhogy ezekkel meg is vagyok. Ezt a papírt meg igazából csak így rárakom a tetejére, hogy tudjam, hogy pontosan melyik napon kezdtem el, de nem annyira foglalkozom már vele, mert ugye elérte azt a kort, hogy lehet velük dolgozni, és innentől fogva már csak úgy nagyjából az aktivitását nézem meg, hogy mennyire nőtt meg, milyen buborékokat képzett, tehát ezzel ismerkedem. Úgyhogy ennyit a kovász témáról, ezt majd újra kell töltenem valami teljes kiörlésű, illetve BL80-as lisztkeverékkel, úgy érzem, hogy ez az, ami a legjobban tetszik nekik, és akkor rátérhetünk a kenyér témára. Az az igazság, hogy szerintem ezt is megmutatom majd nektek holnap, miután kisült, és akkor elmondom majd utána, hogy mennyire vált be igazából ez a recept, mert elvileg nagyon sokan készítették, nagyon sokaknak ez volt az az alap, ami után már egészen biztosan tudtak úgymond a kovászos témával dolgozni, de nem tudom, hogy nekem mennyire fog sikerülni. Úgyhogy mindjárt itt egy picit elpakolok, és lehet is menni kenyeret formázni. Idehozom a lisztemet, illetve majd egy ilyen piciki kis szűrőt vagy citát, mert úgy láttam, hogy sokan ezzel hüntették meg egy pindurit a tetejét, vagy hát viszonylag többet is lehet ilyen esetben hinteni, amikor az ember még nem igazán tud dolgozni, úgymond a kovászos tésztával. Látni fogjátok, hogy nagyon-nagyon ragacsos, nyúlós az egész, de bízom benne, hogy attól függetlenül működni fog a koncepció. Úgyhogy ezzel a kis segédlettel megpróbálom úgy kifordítani, hogy a lisztezett oldala kerüljön le. Már amennyire sikerül. Hát és akkor látjátok, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, egy nagyon-nagyon lágy dolog. Úgyhogy nem olyan könnyű ezzel dolgozni. Először is kicsit ne ragadjunk annyira hozzá. Elvileg ezt lehet vizezgetni, és akkor jobb lesz. Hát nem tudom. Úgyhogy a lényeg, hogy ezt el kellene feleznünk. Amennyire csak lehet, de ne annyira nyomkodjuk meg, hogy a levegő kimenjen belőle. Ezeket a mozdulatokat a videón egy ilyen eszközzel készítette az emberünk, úgyhogy
Nem túl. Na jól van. Félek, hogy odaragad az asztalhoz, de hát nem tudok mit csinálni. Úgyhogy elvileg ezeket a kis formációkat nem kell ennél jobban nyuzigálni, hanem hagyni kell őket 20 percig pihenni. Úgyhogy letakarom, illetve rakok ide közé majd valamit, vagy picit arrébb rakom egymástól, és akkor én is hagyom őket 20 percig. Hát jól van, addig készítek nekik valami tálat, amiben majd fognak tudni pihenni. Letelt a 20 perc, úgyhogy a videó szerint megpróbálok eljárni ezekkel a kenyerekkel, és jó alaposan behinteni ezt a részüket liszttel, és majd ezt fog alulra kerülni, és akkor majd szépen meg lehet elvileg formázni. Hát bízom benne, úgyhogy most egy kicsit ezt itt arrébb módosítom. Hát, most valahogy át kéne forgatni. Na, nagy nehezen megformáztam őket, illetve beleraktam ebbe a két most kelesztőnek minősített tálba. Ugye ezeket a ruhákat mindig csak is a
az ilyen kenyeres, illetve sütögetés dolgokhoz használom, tehát ezek ilyen gyönyörűen magas hőmérsékleten kimosott anyagdarabok, semmi öblítő, semmi vegyszer nincs rajtuk, úgyhogy ezekkel nyugodtan érintkezhetnek, régen is ezt használtam hozzájuk, és mivel nincs rizslisztem, így most ezzel az itt lévő liszttel hintettem meg az egészet, és bízom benne, hogy nem fog hozzá tapadni. Ugye a kenyeret is jó alaposan, illetve magát a ruhadarabot is jó alaposan megszórtam, és most kellene belerakni őket valamilyen zacskóba, vagy egy ilyen frissen tartó fóliával becsomagolni, és akkor úgy berakni a hűtőbe nagyjából 12-14 órára. Ugye most van este 7:30, és hát legkorábban szerintem olyan holnap délelőtt fogok én ezekkel ismét találkozni, és majd a nagy öntött vas edényben fogom megsütni, amiben jelenleg még olaj van, de majd nem soká áttöltöm egy régebbi olajos flakonba, és el fogom mosni, és akkor az is készen fog állni holnap a sütésre. Ugye magát az edényt, és természetesen ezzel egyidejűleg a sütőt is elő kell melegíteni, hogy forrón kerüljönek bele, és hát ez holnap ki fog derülni, hogy mennyire működött jól, és ezeknek pedig keresek mindjárt valamilyen zacskót, vagy valami olyasmit, amiben beleférnek, és akkor úgy keresek a hűtőben is valamilyen helyet, mert nem túl sok van, de muszáj őket berakni a hűvösre, hogy ott lassan tudjanak még nagyjából a duplájukra kelni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog sikerülni. Alig vártam, hogy reggel legyen, hogy meg tudjam nézni, hogy hogy is fog sikerülni ez a kenyér, úgy egész este azon gondolkodtam, hogy remélem, hogy most jó lesz. És említettem még tegnap este, hogy megmutatnám nektek, hogy nagyjából egy 12-13 óra után hogyan néznek ki a megetetett kovászok, ugye azzal az állaggal, illetve nem kiméréssel, úgy konkrétan nem mérem gramra pontosan, amit ugye én szoktam csinálni. És itt lehet látni azt a változatot, ugye amit újra indítottam, ez a szárított kovász volt. És akkor itt van a másik, amit említettem, hogy 23-án kezdtem el, és látjátok, hogy itt ez a gumi rajta, és akkor az indikálja, hogy duplázódott nagyjából a mennyiség, és a másik az körülbelül triplázódott, tehát hogy sokkal erősebb és sokkal nagyobbra szokott megnőni, de mindkettő már használható és jól működik, és hogyha szeretnék mondjuk készíteni belőle 5-6 óra múlva egy kenyeret, tehát szeretném megindítani magának a kenyérnek a folyamatát, akkor ebből elvennék nagyjából pár óra múlva egy ilyen 35 grammot, ezt ugyanúgy vissza megetetném, menne vissza a polcra, és a kivett 35 grammot még ellátnám 35 gramm liszttel, illetve 35 gramm langyos, vagy hát egy ilyen szobahőmérsékletű vízzel, tehát nem jéghideggel, és akkor azt hagynám 5-6 óráig, hogy ugyanúgy beinduljon, és akkor annál is lehetne látni, hogy szépen megemelkedik, felbuborékosodik, és mondhatni kicsit ilyen folyósá válik, és akkor ezt az elkészült kovászt lehet már is használni, és akkor ezek megmaradnak mondhatni örökre, tehát őket folyamatosan lehet etetni, és folyamatosan erősödnek, és alakulnak, úgyhogy ezek majd nagyjából este fognak kapni enni, azért szoktam egy kicsit ilyen sűrűbbre, erősebbre kikeverni az egészet, hogy nehogy véletlenül hamarabb éhesek legyenek, hogyha meleg lesz esetleg nyár, akkor lehet, hogy többször kell majd velük naponta foglalkozni, de azzal sincs igazából semmi probléma. A sütőt pedig már előmelegítem a vaslábassal együtt, és szerintem annak kell azért 20-30 perc, hogy az egész ilyen iszonyatosan forró legyen. Belerakom majd reményeim szerint a nagyon szép kovászos tészta darabkámat, amihez nem ragad hozzá az anyag, hát ebben is csak bízom, és akkor bemetszem majd a tetejét, és utána mehet rá a fedő, és jelentkezem, miután kisült, abban az esetben is, ha szép, és abban az esetben is, ha csúnya. Most pedig készítek egy reggeli kávét, mert technikailag már 7 órakor felébredtem, de hát az még egy picit korai lett volna, úgymond a kenyérnek, úgyhogy vártam egy kicsit, de most már bele lehet fogni. Na, az előző kenyeret már beraktam a sütőbe, viszont teljesen hozzáragadt a ehhez a ruhához, ami benne volt, olyan, mint hogyha valamitől felvizesedett volna
a tároló, úgyhogy alig tudtam róla leszedni. Ez a másik viszont nagyon-nagyon jól fest, nem tudom mennyire látjátok. Szép buborékos, teljesen más, hogy áll az egész. Hát reménykedem, hogy az alján lévő terület is hasonlóan száraz, bár tiszta víz ennek az edénynek is a belső része. Egyszerűen gőzöm sincs, pedig se nem volt bekerülve meleg vagy hideg dolog, úgyhogy nem tudom, mitől történhetett. Az biztos, hogy még nem lenne túl jó ötlet ezt így kiborítani, de lehet, hogy akkor célszerű visszarakni a hűtőbe, hogy nehogy itt most pont ettől legyen az egész sokkal vizesebb. Na mindegy, úgyhogy az előző az egy kicsit ilyen fél kategória. Megvágni sem tudtam, kicsit el is terült a tányéron, mert ugye először is én sütőpapírra szoktam rakni, mert nem tudom máshogy beleemelni ezeket a kenyereket a lábasba, ugye nekem ilyen formám van, mint ez a nagy magas, tehát nem lapos, és arra rakok valami nagyobb területű dolgot, úgyhogy most ez egy kicsit ilyen érdekes kérdés lesz, hogy hogy fog működni, és hogy a jövőben hogyan kellene ezt tárolnom. Ugye az illető, aki készítette, egy zacskóba rakta bele, amilyen lezárható volt, és mondta, hogy ne tudjon belemenni a levegő. Hát ezt igazság szerint teljesen lezártam, de mint látjátok, itt tiszta pára maga az edény, és hát ez a másik pedig nagyon-nagyon vizes lett, tehát ez iszonyatosan, és ez nem a kenyértől, tehát hogy nem minden oldala lett olyan, mint hogyha valami belefolyt volna, úgyhogy gondolhatjátok, hogy elég nagy rémálom volt ezt lefejteni, de amúgy egész szépen le lehetett még így is szedni, még jó, hogy ilyen extra alaposan szórtam úgymond a lisztet, hogy ez majd megy egy ilyen jó alapos mosásra, mert most már tésztás is, nem csak lisztes, úgyhogy most 20 percig, 20-25 percig sül fedővel, utána pedig leveszem róla, és hát akkor fog az első dolog kiderülni, hogy mennyire emelkedett meg, mennyire nyílt szét, mennyire szép, és akkor utána pedig egy kis ilyen extra sütés, barnítás fog vele következni, és hát néhány óra múlva lehet igazság szerint majd csak megvágni, amikor is olyan hőmérsékletűre hűlt, hogy ne tegyen kárt a belső szerkezetében, és akkor még ezt is rögtön ez a kenyér után rakom be, sütöm meg, és hát bízom benne, hogy ezért ez jobban fog muzsikálni. Nem tudom, mennyire látjátok, de levettem róla a fedőt, és jelen esetben úgy fest, hogy nagyon jól alakult a dolog, még annak ellenére is, hogy hát össze-vissza rakott minden mindenhez. Már innen lehet látni, hogy a duplájára kelt, és amit látjátok, szépen szét is nyílt, bár nem tudom, hogy ott, ahol megvágtam, vagy csak magától, ahol sikerült, és egy kicsit ilyen egyenletlen a teteje, ettől függetlenül szerintem szép lesz a belső szerkezete, legalábbis így egyelőre az eddigi megsütött kenyerek alapján erre tudok következtetni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és alig várom, hogy a másikat is meg tudjam sütni, és bízom benne, hogy ott a felső, hát ilyen része magának a kenyérnek nem fog így meggyűrődni, megszakadozni, és sikerülni fog azt úgy bevágnom, ahogy szeretném. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy ez sikeres és jól működött, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és alig várom, hogy most már a belső részét is meg tudjuk nézni. Úgyhogy ez még itt bent lesz nagyjából, hát egy 15-20 percig biztosan, és akkor összesen a kenyér az egy ilyen 35-45 percet töltött a sütőben. Miután betettem egyébként vissza le, tekertem a hőmérsékletet olyan 220-230 fokra, és jelenleg is ott tartom, hogyha nagyon-nagyon barnulna, akkor visszavenném 200-ra, de még nem tudom, hogy hogyan is fog ez alakulni. Az első kenyeret ki is vettem, és ennek még hűlnie kell, úgyhogy annyira nem fogom tudni még megmondani, hogy milyen lehet a felső szerkezete, de így tapintásra, illetve így nagyjából kinézetre nem tűnik rossznak, főleg azok után, hogy mennyire szörnyűségesen jött ki magából a formából. Na de, ugye ahogy azt gondoltam én, nagyon pozitívan, hogy a másikkal nincs gond, ugyanúgy tiszta, hát nem is vizes, de teljesen nedves volt bizonyos helyeken ez a ruha, és hát régebben én már sütöttem
úgy, hogy ezekbe volt belerakva maga a kenyér, és ott nem volt ilyen problémám, bár akkor ugye rizslisztet szórtam rá. Most ugye említettem, hogy nekem nincs itthon rizslisztem, de mindenféleképp, hogyha lehet kapni, akkor be akarom még ma szerezni, és akkor a következő kenyereket már fogom tudni azzal sütni, mert hát ez így nem teljesen működött, és valamilyen oknál fogva teljesen vizes maradt, vagy nedves maradt, és egyszerűen nem értem, hogy mi volt ennek az oka, vagy pedig be kell szerezni valamilyen kis formákat, de lehet, hogy a hűtő kialakítása, vagy a hűtő miatt történt ez, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ennek a belső része. Hát sajnos a másikat is egy kicsit megnyúztam, tehát, hogy ott is szét kellett a tetejét egy kicsit úgy húzogatni, hogy ez lejöjjön róla. Ugye sajnálatos módon azt sem tudtam úgy bevágni és elkészíteni, ahogy én azt szerettem volna. Úgyhogy valami csodálatos megmintázott Instagramra való kenyereket nem tudtam alkotni. És amint látjátok, az egésznek nincs meg az a tipikus, szép, gömbölyű formája, mint például, amit az élesztős kenyereknél is szoktam készíteni, hogy olyan feszes és maga alá lehet az egészet fordítani. Itt is működött volna ez a koncepció, abban az esetben ugye, hogyha nem ragad volna hozzá, és nem kellett volna 3-4 percig mozgatnom ugye a felületét, és amúgy nagyon-nagyon ropogósnak tűnik, és nagyon-nagyon ilyen levegősnek, de hát nem tudom, milyen lesz a belső része, bízom benne, hogy szép, úgyhogy a mostanit azt beraktam 35 percre, ugye le van fedve, ez ugye 20 percet volt, viszont én szeretném, hogyha ennél egy kicsivel jobban meg tudna nyílni, és kíváncsi vagyok, hogy fog-e rajta bármit segíteni, hogy tovább lesz bent, és szerintem lassan le lehet róla venni a papírt, tehát, hogy már kézre nem fog annyira sütni, hogyha hozzá érek, és utána hamarosan meg lehet vágni. Körülbelül 30 percet vártam azzal, hogy meg tudjam vágni a kenyereket, és itt látható a belső szerkezete, ezt már azért megfelelő kovászos kenyérnek nevezem így a belső textúrája alapján. Hát a külalakja az nem a legszebb, az így igaz, viszont szerintem nagyon-nagyon szép lett, és jó kis levegős, ilyen elég egyenletesen oszlanak el benne a buborékok, ami tök jó. Az lehet, hogy kicsit rontott rajta, hogy 30 perc után vágtam meg, egy kicsivel lehetett volna többet várni. Itt már lehet is látni, amikor kicsit utána így összeáll, tehát, hogy nem tudta szépen kihűteni magát így itt, ettől függetlenül finom és élvezhető. Viszont rájöttem, hogy egyáltalán nem BL80-as lisztből készítettem én ezt a kenyeret, hanem királybúza lisztből, tehát ez egy majdnem 100%-os királybúza lisztből készült, illetve kamutos kenyér. Az az igazság, hogy egyik liszttel sem dolgoztam, főleg nem ekkora dózisban. Királybúza lisztem szokott lenni, BL100-as. Viszont egyáltalán nem alkottam belőle kenyeret. Úgyhogy még az is lehet, hogy a formázás, illetve alapvetően a kenyérnek a textúrája, hogy ilyen nagyon-nagyon ragadós és kicsit puhább volt, mint az illetője, akinek ugye a videóját néztem. Úgyhogy lehet, hogy ez volt igazából a probléma, és hogyha BL80-assal dolgoztam volna, akkor annak másabb lett volna a víz felvevő képessége igazság szerint. Na mindegy, úgyhogy amint látjátok, nagyon-nagyon szép, ruganyos, könnyed, egyáltalán nem vizes, nem ragadós. Az íze pedig nagyon-nagyon érdekes, nagyon intenzív, ilyen kovászos kenyeres, és nem tudom, hogy a lisztek miatt, vagy az én általam készített kovász miatt. Nagyon tetszik, úgyhogy mindjárt fogok valami kis feltétet keresni a tetejére, és akkor meg is van a mai reggeli. A másik kenyérről már közben levettem a fedőt, és hasonlóan szépen szétnyílt, megemelkedett, mint ez. Lehet, hogy egy kicsivel tovább fogom bent hagyni, hogy ennél rusztikusabb sült külsőt kapjon. Itt hirtelen, mikor benéztem a sütőbe, úgy láttam, hogy ez már nagyon-nagyon sötét barna, de egyáltalán nincs erről szó, és a másikat addig nem fogom megvágni, míg 100%-ig ki nem hűlt.
ez meg bőven elegendő lesz így reggelire, úgyhogy pont jó, hogy ilyen kettőt lehet belőle sütni. És igen, most így elgondolkodtam, hogy hogy is sikerült ezt a lisztet véletlenül így kivenni a szekrényből. Mindjárt idehozom egyébként, és megmutatom, hogy melyik kettőről van szó. Ez a két garatmalmos liszt az, amivel dolgoztam. Mindkettően jó nagy csomagolás, 2 kilósak. A kamutból összesen csak ezt az egyet vettem. Soha nem használtam előtte, úgyhogy gőzem sincs, hogy igazság szerint miként működik. 100 g került összesen bele, úgyhogy ő nem annyira mérvadó. És itt a király búzaliszt, ugye, hát nem tudom. Tehát igazság szerint ezt ugye elnéztem a BL80-asnak, nagyon-nagyon hasonló a csomagolása, de hát ugye itt írnál, meg mindenféle információk vannak arra, hogy ne keverje össze az ember, hát nekem ez nem sikerült, úgyhogy legközelebb ugyanezt a receptet megpróbálom majd BL80-nal, és akkor maximum ahhoz adok megint egy kis kamut lisztet, és akkor megnézem, hogy akkor milyen lesz úgymond a végeredmény. De összességében szerintem nagyon-nagyon szép bélzetet eredményezett, és nagyon tetszik, nagyon illatos, nagyon különleges, nem hasonlít az eddigi kenyereimre. A héja egy picit talán nem annyira ropogós, mint amennyire én szerettem volna, ettől függetlenül egész jó kovászos kenyér így második kísérletre. Ugye a múltkori hibridet azt ne is nevezzük semminek, illetve ugye nyáron készítettem utoljára kovászos kenyereket, ugye vegyük úgy, hogy ez volt az első az etetések óta, úgyhogy akkor mondhatni egészen boldog vagyok ezzel kapcsolatban. Na mindegy, csak gondoltam, elmondom ezt az extra információt, hogyha már benéztem így az egészet, és akkor tudjátok, hogy ez egy király búzalisztes, kamutos, kovászos kenyér, és hát nagyon-nagyon örülök igazából, annak ellenére, hogy tényleg a külalakja nem a legtökéletesebb. Arra gondoltam, hogy lezárom ezt a kovászos kenyér krónikát, ezt a kis kalandot, milyen csodálatosan rímel, mert hát maga a kenyér is elérkezett már így mondhatni a végéhez, nem sok maradt belőle. Ez itt egy 3-4 napos kenyérdarab, de még nagyon-nagyon puha, levegős, természetesen az első naphoz képest azért egy kicsit szikkadt már. Ugye ebben a kenyeres zsákban szoktam tartani, ami amúgy a Kenderboltból van, amit én vartam, azt odaadtam anyám, úgyhogy nekem meg maradt ez a változat, egyébként fantasztikus, belül ugyanolyan pullonyag van, mint amit én is használtam, és arra gondoltam, hogy készítek ebből egy nagyon-nagyon egyszerű reggelit, nagyon kellemes, intenzív, gazdag íze van már így önmagában is, és nagyon szeretem akár csak szimpla vajjal, és felfogom vékonyan szelni, megpirítom, teszek a tetejére egy kis vajat, illetve sajtot, és tökéletes lesz, úgyhogy gondoltam csak, hogy megmutatom nektek, hogy néhány naposan hogyan mutat, fantasztikus tényleg, így az illata lehet már ilyen távolról is érezni, és hát remélem, hogy ti is kedvet kaptok konkrétan a kovászoláshoz, a kenyérkészítéshez. Hát nem mondom azt, hogy elsőre mindenkinek sikerülni fog, sőt, ez sem egy tökéletes darab, még így sem, hát láttátok, hogy nagyon-nagyon hát csúnya lett a külső része, mert nem tudtam szépen belerakni. Ettől függetlenül izgalmas és érdekes dolog, hogy élesztő nélkül, meg mindenféle adalék, anyag nélkül milyen kenyereket lehet otthon készíteni. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen kimondottan kellemes hobbi. Nem mondom azt, hogy a világ leggyorsabb folyamata, de nagyon szeretem csinálni, és mindig meglepetés, hogy milyen kenyér születik belőle. Mondjad, Luntuszka, kérsz kenyeret? Ide jött a cica. Na mindegy. Úgyhogy már Luna is jelzi, hogy éppen ideje lezárni ezt a hosszú videót. Remélem, hogy azok számára is érdekes volt, akik eddig nem készítettek kenyeret, mert közel 45 perc ez a videós tartalom, de úgy gondoltam, hogy érdekes lehet tényleg azok számára is, akik szoktak készítgetni, de még nem teljesen tökéletesek benne, és azok számára is, akik kezdők, akik pedig nagyon profik, azok számára valószínűleg nem lesz benne semmi érdekes vagy újdonság, viszont ők tudnak majd számomra némi tippet nyújtani, hogyha van hozzá kedvük, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a kovászolós, kenyérsütős videót, tudjátok, hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!